Azt álmodtam, hogy David leesett egy szikláról. Zuhant és zuhant lefelé, nagyon valószerű volt. Megrémültem. Nagyon megrémültem. Dave and John Scheller were looking... Dave és John Scheller nagyon várták a hétvégi túrázást a Kentucky-beli Red River kanyonba. Anyjuk álma ellenére nekivágtak az útnak. Végre megadatott a lehetőség, hogy elszakadjak otthonról, és a bátyámmal töltsem az éjszakát. Izgatott voltam. A két testvér egy intenzív túrába fogott bele a kanyonban. Dave, aki idősebb volt, már járt ott előtte. Egy barlanghoz érkeztek, ahol tüzet raktak, majd bulizni kezdtek. A barlang szája előtt egy 50 méter mély sziklaszírt húzódott. Egész éjjel fent voltunk, és nagyszerűen éreztük magunkat. Nem láttuk a következményeit annak, hogy mit teszünk. Csak szabadnak éreztük magunkat, és jót mulattunk. Mikor John felébredt másnap reggel, bátyját sehol sem látta. Nagyon furcsa volt, hogy csak úgy eltűnt, hogy nem szólt semmit, nem hagyott üzenetet. Úgyhogy gondoltam, megkeresem. Hallottam egy hangot, mintha egy sebesült állat nyöszörgött volna. Azt feltételeztem, hogy más táborozók is most ébredeznek, és elkezdtem rohanni lefelé az ösvényen. Úgy hallottam, szóval olyan volt, mintha a nyögések Davidtől jöttek volna. Így aztán elkezdtem egyenesen a hang irányába szaladni. Az éjszaka közepén Dave leesett a szirtről, és teste órákon át kidőlt fák közé ékelődve feküdt a szikla aljához közel. A szemei fennakadtak. Emlékszem, hogy a körülötte lévő ágakba kapaszkodott a kezeivel, mintha még mindig zuhanna lefelé. A hátát a mellkasomnak támasztva próbáltam megtartani. Teljes erőmből elkezdtem segítségért kiabálni. Hát, ha meghallja valaki. Az arra túrázók meghallották John segélykiáltásait, és elvitték Dave-et egy ambulanciára, ahonnan medikopterre szállították a traumatológiára, majd egy kórházba, ahol a legrosszabbra készültek fel. A gyermekem egy műtőasztalon feküdt lélegeztetőgépen. Egy könycsepp gördült le az arcán, és a kezemet fogta. Majd kómába esett. Kómába esett egy jó időre. A következő napokban többször esett kómába. Agya megduzzadt és sztrókot kapott, ami miatt bal oldala lebénult. Családja és barátai kétségbe esetten imádkoztak érte. Mikor Dave-vel voltam, egész idő alatt kezemet a kezére téve vagy felé tartva imádkoztam a gyógyulásáért. Kértem Istent, hogy adjon még egy esélyt, adja vissza nekem. Még ha az egész életét tolókocsiban is kell leélnie, jöjjön vissza hozzánk. Csak jöjjön vissza. A következő napokban Dave teste gyors gyógyulásnak indult. Egy ízben, kórtermében a mennyei jelenlétből kapott ízelítőt. Kinyitotta a szemét, és megkérdezte, hogy ki az az úr a sarokban. Mondtam, hogy nincs ott senki. Azt felelte, hogy anya ismert téged. Ott volt velem a kanyonban, mikor leestem. Szeretné, ha tudnád, hogy itt van a sarokban. Hidd el! Dave felépülése folyamatos volt, néhány visszaesés ellenére. Fizikailag felépülőben volt, de volt egy érzelmi teher a családján is. Az egész életemet 21 éves fiatalemberként elvesztettem. Meg kellett tanulnia újra mosdót használni, enni. Lassacskán megerősödött, de kiszámíthatatlan dűkitörései voltak. Állandóan frusztrált és dühös voltam. Azt hittük, hogy elveszítjük őt, mert drogba, alkoholba menekül, vagy balesete lesz. Nem tudtuk, de féltünk ettől, és nem értettük, miért történt vele a csoda, ha elveszítjük. Szülei egy szabadtéri terápiás kezelésre küldték, ahol remélték, hogy békére lel. Küldtek neki egy Isten szeretetéről szóló könyvecskét is. A könyvben az állt, hogy Isten atya. Azt szeretné, hogy így hívjuk őt. Ha valami bolondságot csinálunk, nem bocsát meg az apánk. Elkezdtem imádkozni, és Isten elkezdett munkálkodni a szívemben.
A terhek lementek rólam. Többé nem voltam dühös senkire, se magamra, hanem elkezdtem megbocsátani mindenkinek. Azóta igazi élete van fizikailag és spirituálisan is. Nem kellett elmennem berúgni, vagy vakmerő dolgokat tenni ahhoz, hogy a férfiasságomat bizonyítsam. Jó férj, jó apa lettem, van hitem, járok gyülekezetbe, és mindez betöltötte azt az űrt, amire kerestem a választ. Schellerék hálásak, hogy Isten felhasználta ezt a tragédiát arra, hogy gyógyulást hozzon az egész család számára. Isten teljesen meggyógyított. Fizikailag, érzelmileg és mentálisan is jobb állapotban vagyok, mint voltam valaha. Mindig vissza tudok tekinteni, és látom, hogy Isten velünk volt még a legkeményebb időkben is. Ha ez nem történt volna meg, nem lenne olyan jó kapcsolatunk az Úrral, mint most. A túlparton gyógyulás vár. A tragédiából és fájdalomból ezt értettük meg. Ez változtatta meg a családunkat is minden lehetséges módon. Valószínű ez volt a legjobb dolog, ami valaha történhetett volna velünk. Isten ezt a borzalmat jóvá fordította. Látom, ahogy a világ megváltozik a szemeim előtt. Ahogy Krisztus követőjévé váltam, a bennem lévő űrt betöltötte. Csodálatos megtapasztalás volt, ami megváltoztatta az életemet.